Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam az 4000 forint. Ez a videó. Megjelenik március 11-én. Ezen a napon a hold az indiai asztrológia szerint az Uttarapadra holdházban van, ami esőt jelent. És ez az eső szimbolikusan vagy azt jelenti számunkra, hogy tisztázódnak bizonyos dolgok, vagy azt jelenti, hogy előre folyamodnak most az események. A napokban említettem, hogy Mars bolygó és Uránusz bolygó egy nem túl jó kapcsolatban van, ami nehézségeket, problémákat, akadályokat jelent. Mars bolygó gyorsabban mozog, mint Uránusz bolygó, és eltávolodik ettől a kapcsolattól. Úgyhogy már a mai naptól kezdve javulni fog a helyzet, különösen, ha döntésekről, változásokról van szó, vagy megvan újra az életerőd. Rahu és Kétu, ezek a kármikus csomók. Kétu az jelenti a múltat, jelenti az érzelmeket, Kétu inkább befele tekint. Ezzel szemben Rahu, a felfele mozgó kármikus csomó kifele tekint, utal változásokra, utal a jövőre, közeledik egy kapcsolathoz Jupiter bolygóval. Az energia már érezhető. Rahu egy jó kapcsolatot fog kialakítani Jupiter bolygóval, ami adja lehetőségeket, szerencsét hoz, ha változásokról van szó, a jövőről, tervekről van szó. Jupiter bolygó Kétúval egy kvinkunx aspektusban lesz, ami bizonytalanságokat fog kiváltani. Ezt úgy szoktam elmagyarázni. Képzeld el, hogy előtted van egy inga, és én megkérdezem, mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni, akkor a válaszod, nem tudom, fogalmam sincs. Lehet, hogy így, lehet, hogy úgy, lehet, hogy jobbra, lehet, hogy balra, sőt, az is lehet, hogy ki se mozdul. És pontosan ez lesz érezhető a napokban, és mindez a múlttal áll összefüggésben. Lehet, hogy töprengsz azon, hogy ő közeledik-e hozzád a múltból, igen vagy nem, és bizonytalan vagy, akkor a válaszod, hát nem tudom, fogalmam sincs, lehet, hogy jön, lehet, hogy nem jön. Tehát ilyenek lesznek majd az érzelmek a következő napokban. Hiszen Kétu közeledik Jupiterhez, még nem érte el ezt a kapcsolatot, de már ott van a közelség. Ami még lehet Jupiter bolygónál, azok az igazságtalanságok, hogy igazságtalanságok éltél át a múltban, és félsz az új kezdettől, mert félsz attól, hogy újra igazságtalanság történik veled. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Először belepillantunk az ő gondolataiba. Itt tényleg újra megjelenik a gondolat, tehát ez most fontos, hogy miről gondolkozik. Mi az ő gondolata? Itt látható a betegség. Lehet, hogy ő beteg, és ezen töprenk, hogy mikor lesz javulás. Az is lehet, hogy te voltál beteg, és gondol rád, reméli azt, hogy jobban vagy.
Az is lehet, hogy valaki beteg a családban vagy a környezetében, és ezen töpreng. Persze ez a betegség lehet egy bizonyos helyzet is, ami őt betegíti. Sőt, előfordulhat, hogy nem érzi jól magát a munkahelyén, mert vannak kihívások, nehézségek, betegíti a helyzet, és jelenleg betegállományban van. Az érzelmei. Itt mindketten megjelentek, és látható a szerelem. Ő szerelmes beléd, ő bízik abban, hogy te is szereted őt, összetartoztok, megvan a szerelem, megvan a bizalom, a közelség, megvannak a mély érzelmek. A harmadik kérdés, hogy milyen lépéseket tesz irányodba, azt mutatják itt a kártyák. Lesz egy látogatás. Ez a férfi meg akar látogatni téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt, lesz egy találkozás, és itt szerelmi témákról lesz szó. Itt a képen egy hölgy látható, de a képeknek szimbolikus jelentése van, és ebben az esetben azt jelenti, hogy ő akar meglátogatni téged, vagy szeretné azt, ha te látogatnád meg őt. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített. Ez a rovás írás, és itt látható a csé betű, és leírhatod a kommentárba, hogy mit jelent számodra ez a betű. Ez lehet valakinek a neve, mint például Csaba, Csongor, Csilla, vagy lehet egy helység is, egy falu vagy egy város ezzel a betűvel. Most ezen gondolkozom, Csernel háza Dabonya, például ez jutott eszembe, és lehet egy fogalom is, csé betűvel, csupán például. És mi jut neked eszedbe, írd le a kommentárba. Van egy napi kártya is, a napi energia, az itt látható. Itt a korsó meg a poharak jelentik a víz ellenét, hogy tisztázódik valami, előre folyamodnak az események, ugyanúgy, mint az Uttapadra holtház szintén erre utal, a tisztaságra, a tisztító erőre, meg arra, hogy előre folyamodnak az események, de azért oda kell figyelnünk még valamire, a korsón ez az érem van, tehát itt az érmékről is szó van, azok jelentik az anyagi dolgokat, hogy pénz jön a házhoz, itt folyamodnak a dolgok, vagy lesz egy munkahelyi ajánlat, amit az érem még jelent a belső értékek, hogy ő szeret téged, hiszen értékel téged, vagy jelenteti a föld elemét is, hogy egy álom megvalósul, hiszen a föld eleme jelenti a reális dolgokat. De visszatérve még erre a kártyára, itt ez a szimbólum középen jelenti azt, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, meg kell lenni az alapoknak, de itt most minden elcsúszik, tényleg a csé betű csúszik. Itt vagy lefele mennek a dolgok, amikor úgy érzed, hogy elveszíted a talajt, a lábad alól nem megy előre semmi, de azért van egy kiút, van egy megoldás, itt a másik irány felfele mutat, sőt, ez lehet a két holdcsomó is, a lefele mozgó, meg a felfele mozgó holdcsomó, amire koncentrálni kell, az itt a felfele mozgó holdcsomó, vagy ez a jel, itt a képen, itt van egy kiút, itt van egy megoldás, itt lesznek lehetőségek, lesz egy új kezdet. És ez volt a felvétel,
Amennyiben tetszett, örülnék neki, ha lájkolnád a videót, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja Naptár, és van egy meglepetés is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!